Mióta a II. Vatikáni Zsinat nyilatkozott a nem keresztény vallások pozitív értékeiről, egy félreértés bontakozott ki a katolikus tanítással kapcsolatban, mind nem katolikus, mind katolikus részről. Ez a félreértés, egészen röviden, abban áll, hogy a katolikus tanítás szinkretista, azaz keveri a kereszténységet a pogánsággal. Azok a protestáns testvéreink, akik amúgy is pogány elemeket vélnek felfedezni a katolikus egyházban, most még a hamis kultuszok elfogadását is hozzáírják a vádpontokhoz, olyan katolikusok pedig, akik párbeszédre és megértésre törekszenek a nem keresztény világgal, nem egyszer szinkretista teológiákat dolgoznak ki, amelyek szerint a keresztény és a nem keresztény vallások egyenértékű utat jelentenek Istenhez, vagy pedig kölcsönösen kiegészítik egymást. Világosan meg kell mondani, hogy ezek az elméletek teljességgel elfogadhatatlanok a keresztény hit számára. A Szentírás egyértelmű a kérdésben. János Evangélium a 14. fejezet 6. vers: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki se jut az atyához, csak általam, mondja Jézus. Amikor a zsinat arról tanít, hogy a pogány vallásokat követő, de lelkiismeretük szerint élő emberek is üdvözülhetnek, nem arra gondol, hogy Jézus Krisztuson kívül is van üdvösség. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 12. vers: Nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell. Kizárólag a megfeszített és föltámadt Jézusba vetett hit által üdvözülhetünk, ez alól nincs kivétel. Mivel azonban Isten minden ember üdvösségét komolyan akarja, mint olvassuk az első Timóteus levél 2. fejezet 4. versében, mivel tehát minden ember üdvösségét akarja, egész biztosan meg is adja az üdvösséghez szükséges eszközöket, kivétel nélkül minden embernek. Akik nem találkoztak Jézus Krisztussal olyan módon, hogy az evangéliumot hitelt érdemlően hirdették nekik, és tévesen, bár jóhiszeműen más vallásokhoz ragaszkodnak, azok lelkiismeretük mélyén, implicit formában, burkolt formában mégis szembesülhetnek Jézussal, aki Isten abszolút igazsága és az egész univerzum teremtő igéje. És így dönthetnek mellette vagy ellene. Ezért mondja Jézus a Máté evangélium 25. fejezetének nagy ítélet jelenetében: egyeseknek a pogányok közül, nemzetek, ugye eléje gyűlnek mind a nemzetek, zsidó terminológiával ez a pogányokat jelenti. Tehát ezért mondja Jézus: jöjjetek, atyám áldottai, éheztem és ennem adtatok. Amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Máté 25, 34., 35. és 40. vers. Tehát az anonim kereszténység az nem Karl Rahner elmélete, ahogy mondani szokták, hanem Jézus Krisztus tanítása, csak Karl Rahner nevezte el így. Minden tőlünk telhetőt meg kell azonban tennünk, hogy a Jézus melletti döntés anonim és implicit formáját nevesítetté és explicitté tegyük, hiszen a legjobb hiszemű tévedés is tragédia, amely az istenkép eltorzulásához és erkölcsi tévutakhoz vezet. Ebben már a II. Vatikánum is nagyon egyértelmű. Miután a pogány vallásokat áttekintette, és elismerte a bennük lévő értékeket, a zsinat a következőket mondja: a katolikus egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent, őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet és magatartás formákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat, amelyek sokban különböznek attól, amit ő maga hisz és tanít, mégis nem ritkán tükrözik annak az igazságnak sugarát, aki megvilágosít minden embert. De szüntelenül hirdeti, és hirdetnie is kell Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. Ezt olvassuk a Nostra aetate, a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat második pontjában. Tehát szüntelenül hirdeti, és hirdetnie is kell Krisztust. Amikor pedig nem a zsinat tanításából következően, hanem annak félre értelmezésével mégis szinkretista teóriák jelentek meg az egyházban, amelyek alábecsülték Jézus Krisztus nevének kifejezett hirdetését, és keverhetőnek tartották a keresztény és pogány elemeket, a hittani kongregáció 2000-ben kiadta Dominus Iesus nevű elnevezésű dokumentumát, és ebben világosan elhatárolta a keresztény hitet ezektől a szinkretista teóriáktól. Idézet a dokumentumból: ellentétes az egyház hitével az az állítás, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása korlátozott, befejezetlen és tökéletlen, ezért a többi vallásban jelenlevő kinyilatkoztatásból kiegészítésre szorul. Ezen állítás alapjában mond ellent a korábbi hittételeknek, melyek szerint Jézus Krisztusban megadatott Isten üdvözítő misztériumának teljes és tökéletes kinyilatkoztatása, a Dominus Iesus 6. pontjából idéztem. Ez világos beszéd. Az egyház nem szinkretista. A boldog emlékű II. János Pál pápa ismételten együtt imádkozott a különböző nem keresztény vallási vezetőkkel a világ békéért Assisiben. De ez nem az istenséggel kapcsolatos nézeteik elismerését jelentette, hanem annak elismerését, hogy az ő keresésük, föltételezve természetesen a jó szándékot, ugyanabba az irányba mutat, mint az egyház bizonyossága. A pápa tudta, hogy a pogány vallási vezetők megkaphatták Istentől az implicit, anonim hit kegyelmét. Hogy biztosan megkapták-e, arról itt a földön egyikünk se alkothat ítéletet, éppen az implicit, anonim jelleg miatt. Ezt egyesek naív túlbuzgóságukban hallatlanul Biblia ellenes gondolatnak tartják, pedig nem az. A Bibliában Ábrahám áldást kap a pogány papkirálytól, Melkizedektől, és tizedet ad neki. A Teremtés könyvének 14. fejezetében, 18-tól a 20. versig tartó részben. A Szentírás föltételezi, hogy az az él eljón, magasságbeli Isten, akinek Melkizedek kenyeret és bort áldoz, azonos azzal a Jahvéval, aki egy későbbi korban Mózesnek kimondja titokzatos nevét, a 4 betűt, JHVH. Ja, Héber csak a mással hangzókat írja. Ezt a nevet Ábrahám még nem ismerte, csak az él Shaddai nevet, Kivonulás könyvének 6. fejezete 2.-3. vers szerint. A monoteizmus születését történelmileg pontosan rekonstruálni nem tudjuk. Mégis a különböző istennevek mögött meghúzódó valóság azonosítása már arról beszél, hogy a szétválasztás mellett, egy nagyon világos szétválasztás mellett valamilyen folytonossággal is számolnunk kell a pogánság és a mózesi szövetség között. Még élesebben jön elő ez a szemlélet Pál apostol athéni beszédében, ahol az ismeretlen Istennek szentelt oltárt az apostol az igaz Istenben való anonim hit jeleként értelmezi. Nos, mondja Pál, akit ti nem ismertek és mégis tiszteltek, Azt hirdetem én nektek. Apostolok cselekedetei, 17. fejezet, 23. vers. Éppen Pál apostoltól származik azonban a már idézett mondat is, amit a pogányok áldoznak, azt a démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Első Korintusi levél, 10. fejezet, 20. vers. A pogány politeizmus hamis istenképei mögött nem az isteni valóság húzódik meg. Nincs valóságfedezetük. Illetőleg, ha ragaszkodunk valóságtartalmukhoz, gonosz lelkekre bukkanunk. Mint istenek hamisak, mint valóságok démonok. Ez együtt igaz, egyszerre igaz, azzal, hogy a pogány vallásokban becsületes keresés és felcsillanó igazság is lakik. Elismerhetjük a nem keresztény kultúrák emberi értékeit, és még mindig tiltakoznunk kell számos filozófiai és vallási tartalom ellen, amelyek ezeket a kultúrákat átjárják. Csak ez az összetett szemlélet érvényes. Minden egyoldalúság, a sommás ítélkezés is, a szinkretista nagyvonalúság is elhibázott. Ennek pedig következményei vannak a vallási gyakorlatra nézve is. Erika Lorenz professzor elbeszéli, hogy egy darabig a transzcendentális meditációval foglalkozott. Személyes ismerettségben volt annak alapítójával, Maharishi Mahesh guruval. Akkoriban a nagyvonalú nyitottság volt a divat. Lorenz tudta, hogy a mantrák, amelyeket ismételgetnie kellett a meditáció folyamán, hindu istenek nevei. De ezzel hívő katolikus létére sem zavartatta magát, mert úgy fogta fel, hogy mindegyik az igaz Isten valamelyik tulajdonságának felel meg. Csak hogy a monoteizmus istenét nem lehet a politeizmus isteneiből összerakni. Végtelen minőségi különbség van közöttük. A politeista mítosz a teremtettség szintjén marad, míg a monoteizmus istene transzcendens, abszolút, végtelen. A professzornőnek lassan kezdett feltűnni, hogy nem jó irányban halad, mint a zenben itt is eljutottak egy olyan szintre, ahol paranormális jelenségeket tudtak produkálni, egyesek lebegtek. Lorenz azonban nem mágiára vágyott, és ehhez társult, hogy a guru egyre inkább keresztény ellenes kijelentéseket tett. Erika Lorenz elhagyta a transzcendentális meditációt, fölfedezte Avilai Szent Teréz misztikáját, és abban kapott meg aztán túláradóan mindent, amit a keleti meditációs technikában keresett. Egy amerikai barátom kérésemre megírta tapasztalatát a transzcendentális meditációval. Az 1970-es években írja. Feleségem és én szabadulást kerestünk sokféle feszültségünkből és betegségünkből, így fordultunk a transzcendentális meditációhoz, akkor divat volt a meditálás. Mindenek előtt le kellett térdelnünk egy hindu mester képe előtt. Elkezdtünk valamiféle békességet érezni, de aztán ez abba maradt, és én elkezdtem erősen inni. A mantra, amit használtam, egy hindu démon neve volt. Erre csak évekkel később jöttem rá, amikor életemet Krisztusnak adtam. Feleségem is rosszul járt, utálta az alkoholt, és ennek ellenére ő is erősen inni kezdett. Hogy megszabaduljak a köteléktől, Krisztusnak adtam az életemet. Csoda történt, 30 év erős ivás után egy csapásra megszabadultam az alkoholtól. Nem voltak elvonási tüneteim, és sohasem kívántam újból inni. Aztán Isten kegyelméből lelki ajándékokat kaptam, hogy szolgálhassam az Urat. A csodával együtt is bizonyos folyamatnak kellett végbe mennie, hogy az ember teljesen megújuljon. Tanulmányoztam a középpont imáját, Centering Prayer, erről majd egy másik előadásban szólok egy pár szót, és nagy áldásnak bizonyult. Feleségem és magam világi kisegítőként működünk a helyi kórházban, áldoztatjuk a betegeket és haldoklókat. Mióta Jézus megmentett engem, nagy szeretet van bennem, és vágy, hogy szolgáljam az Urat. Semmiféle földi hatalom nem tudta volna ezt megtenni velem, amit Jézus egy pillanat alatt megtett. És igenis, még most is növekednem kell az Úrban, még vannak maradványai a múltamnak, de nem egyedül harcolok. Az Úr vezet dicsőségről dicsőségre. Egyet megtanultam, ezzel fejezi be Don barátom a levelét, Jézusban maradni csak állandó kapcsolat útján lehet, heti egyszeri mise nem tart meg az Úrban, naponta vele kell járnunk. Vége az idézetnek. Mind a német professzornő, mind az egyszerű amerikai házaspár tapasztalata az, hogy a keleti meditáció elvezet a kereszténységtől. És aki valóban Jézus Krisztus mellett döntött, annak nincs szüksége a keleti meditációra. Előbb-utóbb kibukik a keresztény ellenes jelleg. Nem ihatjátok az Úr kejhét és a démonok kejhét, mondja Pál. Első Korintusi levél, 10. fejezet, 21. vers. Olvastam egy zsidó testvérünkről, aki jóga gyakorlatokat és meditációt kezdett tanulni, de azzal a kikötéssel, hogy a zsidó vallás gyakorlását nem hagyja abba. Guruja ebbe beleegyezett. Egy darabig így is haladtak, aztán a guru egyszer csak előállt azzal a követeléssel, hogy most már hagyjon fel a zsidó vallási gyakorlatokkal. De hiszen megállapodtunk, hogy azokat nem kell abba hagynom, mondta megdöbbenve a zsidó. Az egy alacsonyabb fokon így is volt. Most már magasabb szintre jutottál, válaszolta a guru. Hát ezt hívják relativizmusnak, meg arra mifelénk népies nyelven szószegésnek is. Naívság azt gondolni, hogy a jóga, a zen vagy a keleti meditációk minden további nélkül leválaszthatók arról a hihetetlen ősiségű és gazdagságú vallási kultúráról, amelyben kialakultak. Ez pedig, mondjuk ki, bálványimádó kultúra. A keleti meditáció el van jegyezve a bálványimádással, ezt a szoros kapcsolatot nem lehet egykönnyen föllazítani, és a praxist a kereszténységbe csak úgy átültetni. Idézek egy katolikus pap leveléből. Gimnazista koromban, mondja, én is azért kezdtem a hatha jogába, mert még jobban akartam tanulni, még tisztábban akartam élni Jézus útján, még egészségesebb akartam lenni, még könnyebben akartam találkozni Istennel. Hetenkénti áldozó voltam, vasárnaponként 2 misét hallgattam, sokat imádkoztam akkoriban, tiszta volt a lelkem, jól tanultam, semmi bajom sem volt. Hosszú hónapok jogázása után egyszer egyedül végeztem a szavászanát, az ellazítási pózt. Megpróbáltam teljesen kiüresedni, és lelkileg, testileg ellazulni, pihenni a gyakorlatok végén. Akkor a földön fektemben egyszerre csak rám tört valami iszonyú erő és érzés. Nehéz visszaadni. Valami rettenetes mélységbe kezdtek lehúzni, szellemi sötétség és fenyegetés, hatalmas félelem kötözött meg. Úgy éreztem, hogy ez a pokol, és hogy most megbolondulok. Óriási erővel próbáltam felemelkedni az egészből, és fizikailag is felülni helyzetemben. Próbáltam Istenhez fohászkodni, de csak nagyon sokára sikerült felemelni a fejem és kinyitni a szemem. Nem tudom, mennyi ideig voltam ebben a kötelékben, de utána hónapokig féltem. Nagyon sokára tudtam esténként elaludni. Nem mertem senkinek szólni. Rengeteget imádkoztam, hogy ne legyen ez többet, és ne legyen semmi bajom. még nagyon lassan múltak a félelmek, de jelentkeztek bennem bizonyos helyzetekben szorongások, amilyenek azelőtt sosem voltak. Akkor abba hagytam a jogát. Ez az egész tapasztalat némileg enyhébb erővel megismétlődött évekkel később, amikor újra a jóga légzést gyakoroltam egy harmonikus életszakaszomban, vizsgaidőszakban, hogy jobban tudjak tanulni. Egy erdő szélén állva a napsütésben. E támadás után hosszú percekig nem láttam semmit, és órákig alig tudtam kinyitni a számat az emberek között. Mindezeknek apró neurológiai következményeitől csak sok év múltán a Medjugorjében átélt lélekkeresztségem alkalmával szabadultam meg. Idézet itt egyelőre bezárva. Az idézett pap nem más, mint Gál Péter atya, a New Age keresztény szemmel című jól ismert könyv szerzője. Isten talán azért engedte, hogy ilyen intenzíven megtapasztalja a jóga démoni aspektusát, hogy később megalkuvás nélküli harcossá tegye minden mágikus gyakorlat ellen. Sokan gondolják azt, hogy amennyiben csak testi célra használják a jogát, semmi esetre sem árthat. Hiszen ilyenkor világnézeti tévedést nem szívnak magukba. Ez a gondolat azonban illúzión alapul, az ártatlan világegyetem illúzióján. Valójában az ellenséges szellemi hatalmak ott keringenek körülöttünk, mint a ragadozó madarak, lesve, hogy mikor csaphatnak le a megnyíló, védtelenné váló tudatra. Itt a kulcsszó a levélből, talán visszatudunk rá emlékezni, teljesen kiüresedni és lelkileg, testileg ellazulni. Ezt a tudatot aztán, ezt az ellazult védtelen tudatot szellemi erőszakkal befolyásuk alá vonják. Nem élünk paradicsomban. Olyan világegyetemben élünk, ahol a levegőben uralkodó fejedelem a sátán. Továbbá meg kell értenünk még valamit, a szellemi kontextus jelentőségét. Nem csak az számít, hogy egy gyakorlat során mit csinálunk és mit nem csinálunk. Péter atya szegény csak légző gyakorlatokat akart ott az erdőszélén végezni. Csak hogy ezek a légző gyakorlatok benne voltak a jóga szellemi kontextusában. A jóga szellemi kontextusa pedig démonizált. Ismét idézem Gál Péter atya levelét, ugyanannak a levélnek a folytatását, túl a személyes tapasztalaton. A jóga általános célja felszabadítani a szellemet az anyagvilág és a kényszerű újraszületések kötelékeiből, csak úgy, mint az összes keleti vallásban és a gnoszticizmusban. Sokféle jóga irányzat van a rendszeren belül. Az egyik szélsőséges formát, a tantra jógát Indiában is a hinduizmus fekete mágiájának tartják. A hatha jóga, amiről a vitában szó van, itt közbeszólok, megjegyzem, hogy ez egy e-mailes levelező listán írott levél egy bizonyos vita lezárására a pusztán testi jóga körül. Tehát a hatha jóga a maga testi szimbólumaival és légző gyakorlataival a legtöbb jóga irányzatnak az alapját képezheti, ahogy segíti az elindulást az önuralom útján, és megkezdi a belső titkos erők felébresztését és használatba vételét. Tény azonban, hogy a jóga mindig kevés beavatotté volt. Csodákra aspirált, néhol el akarta kápráztatni a közönségét, néhol csak a legbiztosabb utat, a totális, a hatékony utat kínálta a kiszabadulásra. A jogában ugyanúgy kezdik a meditáció, a koncentráció gyakorlatát, mint az európai mágiában. És a figyelem ugyanúgy befelé halad. Miközben egyidejűleg kapcsolatot is létesít a szimbólumok révén külső hatalmakkal, istenekkel, démonokkal. miket ott szithinek hívnak. A jóga mindig ezoterikus, keveseknek való elitmódszer volt, mindig végletesen önmaga felé fordította a személyiséget, és az indiai vallásos köznép számára is félelmetes erőkkel foglalatoskodott, és azok által látványos befolyásolási technikákkal rendelkezett, aminek enyhén szólva sokan nem örültek. Ne zavard meg a guru meditációját, mert akkor átokkal sújthat téged, tanácsolják egy indiai utazónak. Mircea Eliade neves valláskutató, ez még mindig Péter atya levele, kimutatja a hatha jóga és a tantra jóga eredeti kapcsolatát, illetve a tantra jóga szexuális aspektusával való összefüggését. A tantráról megjegyzi ugyanazt, ami a mágiáról is mondható, a gyakorlat döntő szerepű, nélküle semmi sem érhető el. A hatha jogáról írt fejtegetéseiben elismeri Eliade, egy tökéletesen végrehajtott cselekedet mágikus hatásának magasztalása oly ősi, mint India maga. Minden mágia hatalmasan előnyben részesíti a technikát és a jelképeket, és az indiai vallásokhoz képest, sőt minden más valláshoz képest kiemelkedően ezt láthatjuk a jogában is. A mágia lényegi része a hatalomvágy különleges kiélése, a környezet és mások manipulatív, titkos befolyásolása, hipnotikus, önhipnotikus technikák, illetve az automatikát biztosító eszközök, szimbólumok radikális alkalmazása, ami mind a jogára is jellemző. A legkevesebb, ami mindenkinek kitűnik a joga ismeretéből, hogyha van leginkább önmegváltó vallás, akkor a joga rendszere az. Márpedig az önmegváltó vallási törekvések, miközben természetesen megvan a helyük a vallástörténetben, és becsülni lehet bizonyos emberi erőfeszítéseket, képesek az emberbe azt az ősi kísértést újra és újra becsempészni, hogy olyanok leszünk, mint az istenek. Tanulságos, hogy a modern mágusok magukénak tartják a jóga egész rendszerét, teljes megfelelést éreztetnek a jóga és az európai mágia között, és a jóga szemléletét és gyakorlatait egyaránt az egyetemes mágia részeként mutatják be. Nekem az a véleményem, mondja Péter atya, hogy az indiai jóga nem más, mint az indiai vallások okkultizmusa, mágikus képződménye. A mágiát pedig a kinyilatkoztatás elveti. Itt zárom csak az idézetet. Péter atya leveléhez annyit tennék hozzá, kultúrértékek átmenthetők, de a szellemi kontextusok nem mixelhetők. Radikális határhúzásra van szükség. Amikor a frankok megtértek, a királynak így jegyezte fel a történelem, ezt mondta a misszionárius: imádd, amit égettél, és égesd, amit imádtál. Az evangélium nem szinkretizmus.